Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy szerelmi jóslás. Először is megtekintjük azt, hogy mi van vele, mi van a környezetében. Itt látható egy utazás. Lehet, hogy külföldön van, vagy vannak külföldi kapcsolatai, vagy tervez veled egy utazást, amit ez a kép még jelenthet, hogy lesznek nála változások. Mi van vele? Még mindig ennél a témánál maradunk. Itt látható a nappali szoba, és ez utalhat a te otthonodra, utalhat az ő otthonára, és itt vagy lesz egy meghívás, vagy meglátogat téged. Itt ezen a képen, a háttérben te jelensz meg, tehát gondol rád, és ez a virágcsokor jelentheti azt, hogy közeledik hozzád, meg akar látogatni téged, és kapsz tőle egy csokor virágot, vagy egy meglepetés lesz. Mi van vele? Valami elszomorítja őt. Én úgy érzem, hogy gondol rád, találkozni akar veled, de nem meri ezt kimondani, és ezért ő szomorú. Lehet, hogy arra vár, hogy te jelentkezz nála, vagy legyen itt egy meghívás, hogy meg tudjon látogatni téged. Itt vannak külföldi kapcsolatok, lesznek változások, valami elszomorítja őt, gondol rád, megvannak a vágyak, a remények, és egy találkozás, vagy vár arra, hogy te hívd őt meg. És mit fog tenni? Ez a kép azt jelenti, hogy ő találkozik másokkal is, vannak kapcsolatok, olyan baráti kapcsolat. De az is lehet, hogy a nyilvánosságon lesz egy meghívás, egy ünnepség, és ő veled együtt oda szeretne menni. Mit fog tenni? Ez a kép szimbolizálja a reményt, az érzelmeket. Itt megvan ahhoz a remény, hogy találkozzatok, és hogy együtt legyetek. Itt is érzelmekről van szó. Mi érzelmekről? Mit fog tenni? Itt mindig ennél a kérdésnél maradunk. Itt újra megjelennek a könnyek. Lehet, hogy vannak fájdalmas emlékek nála, és reménykedik abban, hogy találkoztuk, de nem akar ezekről a könnyekről, ezekről az emlékekről beszélni. Az is lehet, hogy ő a múltban megbántott téged, és úgy érzi, hogy te sírsz, mint ahogy ezen a képen látható. Ő tervez veled egy találkozást, itt van a remény, de itt még vannak fájdalmas emlékek, vagy részedről, vagy az ő részéről. És hogy viszonyulj hozzá? Mit tegyél? A te gondolataidban, a szívedben, lelkedben ez a férfi áll a középpontban. Tehát kimutathatod azt, hogy szereted őt, értékeled őt. Még mindig ennél a témánál maradunk. Mit tegyél? Itt vannak hivatalos dolgok. Én úgy érzem, hogy nála van ez az esemény, és az jelentheti azt, hogy nem volt ideje, vagy nem volt jókedvű, bizonyos dolgokat itt el kellett rendezni a hivatalokban, vagy volt egy bírósági ügy, ez lehet az ő vállása is,
Tehát ő elfoglalt volt. Mit tegyél? Itt lesz egy jó hír, és erre számíthatsz, hogy ő jelentkezni fog nálad, megkapod ezt a hírt. A bírósági ügyről vagy hivatalos dolgokról van szó, az most itt rendeződik. Nála is, és nálad is. Ő áll a középpontban, itt vannak hivatalos dolgok, de ez rendeződni fog, itt lehet egy szerződésről szó, de ami a párkapcsolatot illeti, tőle kapsz egy jó hírt. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!